Hello, hello, üdvözlök mindenkit egy újabb Blood of Steel-es vidiben, és ebben a részben nem mással, mint Amunettel fogunk játszani. Ő egy számszeríjász nő, aki ugyanúgy számszeríjászokat irányít. Most a háttér történetéről őszintén megmondva nem tudok semmit. De már játszottam vele egy pár meccset, amúgy azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. És nem rossz vele a játék tulajdonképpen. Annyi a negatívuma, hogy mivel jászokkal vagy, te közel harcban még azért aprítasz, mert valami arab szabja, vagy mi a fene a másodlagos fegyvered a számszerű mellett. De viszont a csapataidat elég könnyen le tudják gyepálni. Ennek ellenére szerintem a játék élvezet ezzel a karakterrel vagy parancsnokkal elég jó. Most, hogy honnan került bele ebbe a játékba, nem tudom, ne kérdezzétek. Én az eddigi pár meccsem alapján azt mondom, hogy eléggé élvezetekes vele a game. De most úgy döntöttem, hogy most azért vele is készítünk videót. És velem együtt két csapati jászunk van, tehát rajtam kívül van még egy, ez mondjuk nem rossz. És megint összefutunk Dante barátunkkal. Wow! Zendrian Assassin. Akkor egy Assassin lenne. Bérgyilkos. Ő nem más lenne, mint egy bérgyilkos. No. This is our land. Brothers, we will never give an inch. Látjátok, milyen katonája van? Nem katona ez a... Na. Az arab izékard. The enemy is capturing an objective. The enemy has taken an objective. We are capturing an objective. The enemy has taken an objective. We've taken an objective. Kifilézzek te, ki... Filézzek. És kivégeztük. Hát akkor lehet, hogy a... ijászok, de nem olyan gyenge ijászok. Gyertek erre. Te. Jaj!
Oké. Okay. Eddig nem állunk azért olyan fényesen. Ajjaj. Ajjaj. We are capturing an objective. Double kill. Sajnos lelőttök. Most kinyírnak. Már csak ő van egyedül. Na, hát akkor az első meccset azt elbuktuk sajnos. Mondjuk én ilyen szempontból nem szeretem az ilyen íjászokat, mert nem nagyon tudtok vele közel harcba keveredni. Azt mondom, hogy egyáltalán nem lehet, mert lehet, de nem ajánlatos. Pedig ott azt hittem, hogy megfogtuk a grabancukat, azt lecsapjuk a valamiüket, de hát akkor... Azt benéztem. És még vele az a probléma, hogy nagyon kevés katonát kap. The deploy points you can choose. Select one and click it. Tehát 12 emberünk van, mások meg 40-en rohangálnak, tehát így igen van különbség. De nem lehetetlen amúgy vele nyerni. Most remélem, hogy ebbe a pár kis csatába, amit még felveszek, azért sikerül is legalább nyerni. Egyet talán legalább sikerüljön. Vagy épp ne csak vereséget lássatok, hanem ha már kell látni, akkor legalább mindkettőt. Na. Na, ő lenne az új emberke, Victoria. Gyalogos. Paladin. Oké. Okay. Ahead of us is a strategic location. Let us seize it. De az, hogy az az egyik kisebb problémánk, hogy piszok kevés emberre kezdünk, de még ezt is ki lehet játszani. The enemy is capturing an objective. The enemy has taken an objective. Mindenki felment az arra. Na nézze, milyen logjaid vannak. Nem rosszak amúgy. We've taken an objective. The situation is really hot down there.
Everyone, on my command, crush the enemy! First blood! Double kill! We are capturing an objective. Foglaljuk már. We've taken an objective. The enemy is capturing an objective. We have lost an objective. We are capturing an objective. Move there. Time to use the element of surprise against their supreme number. Come on, let's turn the tide. We've taken an enemy objective. LOL, ilyen kevés HP-n volt. Hát eddig ezek a csaták nem kedveznek nekünk. Hát csak ő maradt szegényke. Már csak ő maradt. Mondjuk három csapat íjászok volt. Nem is azzal volt a baj, mennyi íjászok, mert inkább azzal lett volna inkább a baj, hogy hol voltunk. Mondta rossz, hogy mi... Rossz helyen kezdtünk, mert rossz helyre mentünk, mert mentünk lefele, ők meg fent voltak. És akkor persze a legtöbb, hát az íjászoknak természetesen, hogy a magasabb pontok kedveznek. Ne, na, nem baj. The blue buttons below the map are the deploy points you can choose. Select one and click it. Hát, ha most összejön. Hát, ha most összejön és gyerünk, és akkor nem lesz hiába való. Most nekünk is még három csapat íjászunk van, tehát az érdekes lesz. Na. The enemy is capturing an objective. The enemy has taken an objective. We are capturing an objective. The enemy has taken an objective. First blood! Hello.
Wow. We are capturing an objective. We've taken an enemy objective. Move there. Jó van, már gyereke. You're capturing an objective. The situation is really hot down there. Everyone, on my command. Cross We've the taken enemy. An objective. Ennyi. Double kill. The enemy is losing. Brothers, keep the pressure on. And let's crush them. Hát akkor ennyi. Mondjuk most azért jó helyre sikerült behúznunk magunkat. És milyen szép volt tényleg ez most egy. Tudtira precízen szépen összehozott meccs volt. Na. Kettőből egy, végül is nem is rossz arány amúgy. Srácok, én azt kell mondjam, hogy nem voltam úgy rossz. Az első kettő, hát az elsőnél alapból a csapatmunkánk volt béna, a másodiknál meg béna helyet is fogtunk ki. Mint maga... hely. Nem, mi voltunk alul, ők voltak felül, az egy kicsit necces volt számunkra így is. Úgyis meg utána meg mi bénáztuk el, hogy nem is felmentünk szemtől szembe, hanem mi direkt lementünk, szóval így semmi esünk nem volt felfele jutni már, amikor három csapat ijász agyonra lő, hát akkor már ez van. De ez a videó ennyi lenne, remélem tetszett, örülök, ha végignézted. Egészen a következő részig is hellóztok, és mint mindig, mindenki vigyázzon magára.